54,6 milliárd forint jut a kórházak adósság rendezésére, és még az idén egyszeri 3 millió forintos plusz támogatást kapnak a fogorvosok. Onodi Szűz Zoltán egészségügyért felelős államtitkár van itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok, államtitkár úr. Köszönöm szépen, hogy itt van. No hát nézzük meg, hogy ez az 54,6 milliárd forint mire lesz, vagy mire lehet elég. Lesz-e például olyan kórház, amelyiknek teljes mértékben fedezi az adósságát? Igen, valószínűleg lesz, mert a korábbiaktól eltérően nem csak a számlahalmokra adtunk forrásokat, hanem a nagyobb csomag az egy tulajdonképpen egy ilyen súlyozott pontszámrendszer alapján kerül kiosztásra, ami azt jelenti, hogy a NEOC, a finanszírozó azt vizsgálta, hogy az előző évben a kórházak hogyan próbálták követni az egészségpolitikai célokat. Itt ilyenekre gondolok, hogy mennyi volt a garanciális hiba, vagy hogy mennyire volt a teljesítmény pont becélozva arra a range-re, amelyiket elvártak a kórházaktól, vagy akár odáig is elmehetünk, hogy mennyi beteget vettek fel, akit egyébként nem kellett volna, hogy felvegyenek. Ilyen pontszámrendszer alapján kapták meg a pénzüket, úgyhogy lesz olyan intézmény, aki többet kap, mint az adósság állománya, lesz, amelyik kevesebbet. De akkor ezek szerint ez a súlyozott pontszámrendszer, amit említ, ez lényegében emberi tényezőkön múlik. Hát igen, azt próbáltuk meg utalmazni, ha valaki menedzsmentként megpróbálta követni ezek is a politikai célokat. Melyek egyébként a legjellemzőbb adósságtételek? Itt most említett néhányat, hogy idézőjelben feleslegesen vesznek föl beteget mondjuk, vagy nem tudom, technikailag nem úgy működik a dolog, de mégis melyek azok, amelyek a legjellemzőbben adósságtételnek számít? Hát nézze, a minden kórháznak több mint a fele költsége az bérköltség. Tehát alapvetően a létszám az, amely meghatározza az intézménynek a kiadásait. Inkább az a kérdés, hogy az intézmény, mikor összerakja a saját portfólióját, akkor hogyan próbál meg alkalmazkodni az új viszonyokhoz. Az elmúlt 20 évben, ugye a technika változott, az ápolási idők csökkentek, ennek ellenére minden kórház próbálja a saját kapacitásait maximálisan kihasználni, holott lehet, hogy nem ezt kéne, hogy csinálja, és ezeket próbáltuk meg ösztönözni ezzel a rendszerrel. Itt az imént említette, hogy lesz olyan kórház, amelynek ez az összeg elég lesz arra, hogy rendezze az adósságát. Most van olyan kórház, amelyik nem tartozik semmivel? Persze, van. Sok? Hát nem mondom, hogy sok, de vannak. És akkor inkább úgy kérdezem, hogy ez most ez az 54,6 milliárd forint hány kórházat tud rendbe tenni teljesen? Én azt gondolom, hogy ha minden kórház tartalékolt a szochó elvonás miatti költséget, tehát most ne bontsuk ki, mert ez hosszú lesz, akkor több mint a fele az adósságmentessé fog válni. Több mint a fele, és akkor nem tudom, néhány éven belül akár mindegyik? Hát azt tudom önnek mondani, hogy az elmúlt 3 évvel minden évzáráskor egyre kevesebb összeg volt az összes adósságármány mértéke. Ez tavaly már lecsökkent 13 milliárd forintra, az idén ennél kevesebbnek kell lenni szintén. Nézzük az egészségügyi szakdolgozókat, mint hogy a napokban kapják meg a november 1-től esedékes megemelt bérüket. Ez átlagosan mennyi pénzt jelent a számukra? Ez 12%-kal fog emelkedni most átlagosan, ugye tavaly volt 26, jövőre lesz 8%. Ez egy 4 éves előmenetelt határozott meg számunkra a tavalyi, az EDDS-re kötött megállapodásunk. És akkor ez nem egy egyszeri összeg, hanem ez egy béremelésnek tekinthető? Így van, ez be fog épülni. És hát még egyszer hangsúlyozom, ez azért fontos, mert meg van határozva, hogy melyik évben, mikor, mennyivel fogja emelni a kormány az egészségügyi dolgozók bérét. És ezek szerint lehetséges, hogy 2018-ban még többel? Így van, 2018 november 1-én lesz újabb 8%-os emelkedés, 19-ben ugyanúgy 8. Most folyik egy sztrájktárgyalás egyébként az EDDS-szel és a tárgyaló partnereivel, mert ők ezt szeretnék előrébb hozni az időpontot novemberről korábbra. A mi ajánlatunk egyelőre június 1-e környékén van, de ez még nem volt elegendő számukra. Ha jól számolom, akkor azért ez 2019-re már a 30%-ot majdnem eléri a 28-at, hogyha itt a 2x8-at tesszük hozzá mostanihoz. Hát, hogyha összeadok minden növekedést, ami 12 óta kezdődött, akkor ez azt jelenti, hogy meg fog duplázódni a dolgozók bére 2019-re. Idézem Lázár Jánost, a napokban azt mondta, hogy nem lesz érdemi változás az egészségügyben, hogyha nem tudjuk tovább emelni a béreket. Ezek szerint akkor arra számíthatnak még az egészségügyben dolgozók, amit most az imént említett, még ez a 2x8 jövő novemberben, meg majd 2019 novemberében. Igen, de hangsúlyozom, folyik egy sztrájktárgyalás, amely során szeretnék ezt előrébb hozni. A maximum akkor lehet legkésőbb odaadni ezeket az emelkedéseket, de valószínűleg tartom, hogy ez korábbra fog kerülni. Igen, mert ugye a szakszervezet például azt szeretné, hogy hozzák előre a jövő november előirányzott szakdolgozói béremelést esetleg januárra. Nem tudom, hogy ezt elbírná a költségvetés. A mi ajánlatunk eddig június 1-je volt. Június 1, aha.
és folyik még a tárgyalás, a következő kormányülés december 13-án lesz, utána tudok mondani bármit majd. Nézzük meg a fogorvosokat, mint hogy itt a felvezetésben is elhangzott, hogy egyszeri 3 millió fontos plusz támogatást kapnak velük. Ugye nyáron kezdődött egyeztetés, most hogy látja, megnyugodtak, vagy meg fognak nyugodni a kedélyek? Igen, de ez hangsúlyozom, hogy csak a tüneti kezelés volt, hiszen az a helyzet, hogy az alapellátásban dolgozó többi orvosnak a bevételei, havi bevételei növekedtek jobban, mint a fogorvosoké, és ezzel a 3 millió fontos egyszeri hangsúlyozom díjtétellel próbáljuk meg őket felzárkóztatni a többiekhez képest, és abban állapodtunk meg a kamarával, hogy arról kell majd egyeztetnünk, hogy hogyan lehetne a jövőben beépülő jelleggel a teljesítmények után járó pénzeket működtetni, mert jelenleg ez nem teljesen fedezi le az igényeket. De miért kerültek ők külön kalapban? Mindig is külön kalapban voltak, mert másképpen voltak finanszírozva, tehát más a teljesítmény alapú rendszer a náluk, és teljesen más az alapállátó egyéb orvosoknál. Ez egyébként lehetséges, hogy gerjesztette korábban a feszültséget? Hát nem kicsit. Nem kicsit. De tényleg most akkor hogy áll ez? Az előbb már ugyan kérdeztem, hogy megnyugodtak-e a kedélyek, de kijelentheti nyugodtan, hogy a fogorvosok most rendben vannak, vagy rendben lesznek, vagy ez a 3 millió forint, ahogy az imént említette, ez tényleg csak egy kvázi tüneti kezelés. Én azt gondolom, hogy most meg kell, hogy nyugodjanak, hiszen ahogy megígértük, azt megtettük, és ahogy megígértük azt is, hogy jövőre végig lesz gondolva a rendszere az elszámolásnak, ez meg is fog történni, hiszen most is megígértem, és megtörtént, és nagyon bízom benne, hogy a kamarával közösen egy a betegeket és őket is kielégítő rendszert tudunk építeni. Ez a 3 millió forint ugye praxisonként értendő, mire lehet ezt felhasználni, ezt a pénzt? Csak azt nem mondja, hogy bármire. Szabad felhasználású. Úgy értem, hogy szabad felhasználású. Általában mire van szükségük a fogorvosoknak? Mire szoktak ilyen nagy összeget fordítani? Hát én nem határoznám meg azt, hogy mire kell költeni, de szeretném, hogyha esetleg a szakdolgozókra is gondolnának, akik ott dolgoznak náluk a rendelőkben, amikor ezt a pénzt elköltik. Jó lenne, hogyha nem csak eszközre költenék vagy saját magukra, hanem a kollégáikra is. Elburkoltan ez azt jelenti, hogy esetleg több pénzt fizetnének nekik? Én nem tudom ezt megtenni, hogy erre presszionáljam őket, de nem ártana, hogyha ő rájuk is. Jobb lenne a hangulat. Így van. Ott is ilyen tekintetben. Államtitkár úr, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen is.